Miskolcról érkeztek a Hagymaház legutóbbi fellépői. A miskolci Csodamalom Bábszínház 45 perces műsort adott, a Varga Katalin és Szász Ilona által dramatizált és a Sramó Gábor rendezte Mosó Masa mosodáját mutatták be. A társulat nem először van itt, többször jártak már Makón. Nagyon-nagyon cukik, nagyon jól veszik az előadásainkat. Voltunk itt azt hiszem tavaly egy komolyabb darabbal, a Babszem Jankóval, ami kicsit ilyen sírósabb, kicsit egy ilyen visszafogottabb előadás, és nagyon élvezték azt is, tehát hogy nagyon jó kis közönség a makói gyereksereg. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek tehát reagáljanak egy darabra. Tehát van olyan darab nyilván, amit tátott szájjal és csendben néznek, van olyan darab is, amiben pedig kifejezetten igény van az ő interaktív játékukra, tehát hogy beleszóljanak, kiabáljanak, érezzék jól magukat, ha gonoszt látnak, akkor a gonoszt utálják. Tehát ez kell, mindenképpen kell hozzá, mert egy visszajelzés az ő részükről, hogy élnek-e a darabbal, benne vannak-e, mert ez nekünk akkor csak jó. Mivel ez a Mosó Masa mosodája című könyvre épült ez a darab, tehát ezek egy ilyen kis mesék, kis történetek összefűzve egy ilyen mesevonalra. Mindent fognak belőle érteni, tehát úgy üzenetet hordozni egy ilyen dolog, hát nem tudom, biztos tud, én most erre nem tudok hirtelen mit mondani, de látni fogják a kisgyerekek, hogy Sompolygó Róka lány, akiről szól ez az egész történet, az hogyan jut el az ő tündér királynő választásra, hosszú úton, mesékfonalán, mese országútján, hogyan jut el végre oda, hogy ő igazi Róka tündér királylány lehessen. Tessék, itt a világ! Megkapod a magadét! Sompolygó, Hermelinke, már megint a pocsolyában vetrengtetek? Nem. Dézsába veletek? Ne. Majd nem kerik elő, a medve nem olyan csodás. Dörzsöli, nyomkodja, csavarja, pacsarja.